Na akkor másnapon ma van hétfő, és jelenleg mindjárt látjátok, a szüleink nincsenek itthon. A fú munka, elmondom, hogy mi van. Ugye nincs itthon, elmenni mind a kettő, valahova. És eddig elmondom tettük, mi is történt. Ott benézünk. Ott van! Ti mi nézél ide? Ott van. Állj, próbálom beletenni. Ott van, ott. Itt van át. Hello! Úgy igen, reggel van, hétfő. És jelenleg nálunk van most, mert tévézik. Tévézik. Köszöntsél! Ezzel nem mondom, hogy ezzel mi van. Ez a cuccal. Valahogy kijött ebből az egészből. Nem tudjuk, hogy hogy. De viszont itt van. Nézi a kamerát. Timi, mondd azt, hogy sziasztok. Ugye, ja, be van kapcsolva a gépünk, illetve ma fogom megírni a pálucai fiúkról a cuccost. Van itt kettő füzet. Szerintem ez lesz. Vagy ez, nem tudom melyik. Viszont ugye vonalas füzet, ez is vonalas füzet. Szóval ezekbe fogom. Van melyikben megírni a pálucai fiúkról szóló filmet. Most a pálucai fiúkról szóló cuccot. És közben fog gétjázni. Közben a gétjázni szerint lesz. Majd írom, és hoztam be bodyszörpöt magamnak. Igazából én így, ha van például itt üveg, akkor ez kész. Megvan a gombolyag. Ügyes. Úgyhogy ha van például itt bent ez a... Vagy egy ilyen... Közétotént. Hogyha van bent például ez, tehát egy ilyen üveg, vagy most tudom, hogyha van bent itt, nem tudom, hogy milyen pohár, de nagyon jó az a pohár, komolyan, ha van bent ott egy üveg, vagy, ezt nem annyira látjátok, de ott van bent az a Hello Kitty-s pohár, akkor én abba öntök például magamnak bódzaszörpet, vagy bármit, és azt így beviszem, és ott iszom, és az így tökre jó nekem, hogy így nem kell vinni újat. Ja, közben Máté, hello! Tükör, és ja, szóval ez jó, hogy ha például van egy üveg, vagy egy ilyen nagy pohár, akkor azt ide behozom, például bodyszörpel teletöltöm, vagy mással, és így, és akkor azt fogom inni. De persze most üveg van, egy kepis üveg, és abban most bodyszörp van, úgyhogy ja, közben most megtölt a tabletem, úgyhogy ezzel van, amikben majd fogok írni, amit tuti ma akarok megcsinálni, mert nem akarok holnapra halasztani, nem akarok bármire halasztani, hanem inkább hadd csináljam ma meg, mert jobb lenne megcsinálni. Köszönjük szépen! Szia! Szeretlek. Úgyhogy ja, amúgy ugye reggel van, mint hogy látjátok, a hajam az szép. Viszont nem mutatom, hogy itt egy tükör, és ott én vagyok, meg ti. Kamera! Vállalázunk! Ja, úgyhogy lényegében ennyi van ma. Tegnap is sem történt, ugye, amikor elköszöntem utána. Még szerencsé, hogy időben visszajöttem. Igen. Úgyhogy, ugye, sem is történt igazából, amután elköszöntem tőletek. Tegnap akkor ugye néztem még ezen pár, hát ilyen videót, és utána leraktam és aludtam. Úgyhogy, ja, reggel van, hát megint nincs nap fönt az égen. Rendben, most ki van nyitva, hogy azért jöjjön be levegő, meg hát ott még nincs annyira fölengedve, de így már föl van teljesen. Ő majd ez egy pressz történt,
Szia. Jó, cicus. Ja, itt pihent Ben. Most itt van Jucu, Jucis, Juci, aki éppen futtatja a játékot. Elektrikon TV. Mi, hello? És elmondom, hogy néha azt mondom, ugye Andrisra, hogy Elektrikon TV néha azt, hogy Andris Gamer, mert ugye most neki az az új csatorna neve, hogy Elektrikon TV, és így mindig így összegeverom, mit mondjak. Na de mindegy, 52 monitor ugyanúgy, neki is. Igaz, én egyébként meg van igazítva, rajta van majdnem minden cucc, tehát ilyen plüss, Lego, neki meg csak pár. Tényleg. Pizsamában van, nem baj. Szóval ma esetleg nagyjából, ja, más történt, most hát eddig ez történt. Igen, reggeliztünk, és igazából ennyi föl vagyunk öltözve. Ő nem, ki van rajta a te pólódon? Ki van a pólódon? Marshall? Igen, a Marshall van rajta. Úgyhogy ja, most itt van nálunk. Ja, én most jelenleg GTA-zni fogok, GTA San Andreas-ozni, mert most GTA San Andreas B2013 kell NFS-ezni, mert nagyon jó, még mindig, és ja, közben addig ide leülök. Te mit csinálsz? Te mit csinálsz? Ja, közben amúgy most nincs is elővéve a kameraállvány. Elmondom, hogy most hol van éppen a kameraállványom. Ebbe a dobozba van pár Lego ember, illetve a kameraállványom. Van benne, igazából abba lesz dobozba, és ugye abba a dobozba lesz innenstől a kameraállványom, ha nem veszem elő, tehát például nem akarom úgy, hogy például egy hosszas beszélgetésre elővegyem, összeállítsam, vagy éppen ezeket leraklak erre a kis deckboard tartóra, egy ilyen stream deck tartóra, leraklak ezeket ide. Például és innen veszek, vagy éppen a tabletemben fogom fölvenni az egész beszélőset, vagy éppen a gépmen a webkamerával fogom fölvenni, vagy bele fogom fölvenni. Na úgy, közben Lego, VSD-vel mozgok, és közben nagyon jól fut a gépemen, nagyon jól fut, viszont a papán gépén is nagyon jól fut ez a játék, nincs lag, oké, az én gépemen néha van lag, ha több alkalmazás is megvan nyitva, vagy például most, amikor laggol. Amikor nem tudom, mi történt a videó. Please, mi történt? Most elfekedett, mit a kettő? Nem mentek el aludni, rossz gép. Igen, ilyen szokott lenni, hogy elmennek aludni. Ilyen szokott lenni, hogy elmennek aludni, mert ők rossz monitorok. Álmosz a kicsit. Igen, egy picit. Vagy újraindítom, jobb esetben újraindítom. Viszont most ilyeket ide leraklak. Úgyhogy ilyen kebis üvegben van, nem szponzorált. Most az egér megint egy picit deutrális düd. Szóval igen. És közben nagyon jó. Na ez a bódoszor. Ja! Na! Akkor elég ennyi, úgyhogy majd amikor találkozunk. Sziasztok, én Jesszor Krizi, te egy újabb vlogról jönnek meg pedig. Ez itt a Rönökszínálások van eddig napja. És ugye azon belül még egy heti vlog lenne. 9 vagy 10. heti vlog ez, és mindjárt mondom, hogy hány óra van, vagy el tudom mondani. 12.40 van,
Köszönöm, Andris Gamer. És Electricon TV. És... Én nem vagyok TV. És azért is most jelentkezek be, ilyen későn, mert nem késő, oké. Azért jelentkezek be most, mert hát nemrég, és most néztem meg a Palucai fiúk filmet, és 1:43:08 megnéztem, és így nagyon jó, és így nézem, és így úgyhogy megnéztem, már csak az van, hogy le kell írni, és akkor már készek az egész ilyen filmmel, közben berúgom a billentyűzetet is, és ha meg, és úgy már le vagyok írva, és már leírtam, akkor készek a film, majd mindennek készülök, és igazából azért nem akartam elolvasni, mert nagyon hosszú lenne, és így inkább, tehát így halogattam ezt a filmnek a nézést, és végül megnéztem, ugye ma van vasárnap, és ez is minden, és ugye ez is két részes lesz, szóval vasárnap és hétfő, utána kell szerda, meg ilyenek. Hát nem fényes idő van, mert most jelenleg nem esik az eső, de ugye így korán reggel, meg hát így, igen, így korán reggel esett az eső, de most nem, szóval, ja. És ugye ez van, szóval ma én ennyit csináltam, hogy ugye, ja, még azt, hogy ugye még GTA-ztam is, és nem nézem itt be még. Szóval ma ez történt, így amit én csináltam, ugye játszottam, hát picit osúztam, és gétezt most talán megnéztem a filmet. Nagyon hosszú, de most egy órán is ugye, de mire kész vagyunk a filmmel, és már csak le kell írni, és akkor végre kész leszek a kötelező olvasmánnyal. Ha ebben az iskolában is ezt az olvasmányt fogják adni. Közben ez itt megy. Ja, szóval megint GTA San Andreas. B-kötél, most ugye, igen, B-kötél 13 külön NFS. Na jó, szóval most már igazából kérlek, ne csináld. Akkor inkább hideg, Andris ne! Úgyhogy ja, eddig ezt csináltuk, most fogunk, hát igazából most fogunk ebédelni, és hát ennyi. Itt van szépen Jóci, itt van a helyén, közben meg Réti a San Andreas-ot már itt tart, azért is, mert nem tudja most ugye a programot bezártam, mert helytelen működése volt, közben beléptem egy Legóba vagy miben, abba léptem be, abba a picikébe léptem rá, úgy ma az van, ja, és tegnap az történt, ugye, tegnap szombaton az történt, hogy itt rendet raktam, szóval itt a tanulós én ezt úgy gondoltam, hogy ez a fele tanulós lesz, ez pedig ilyen hétköznapi, itt vannak a dobozai, meg ilyen, szóval ja, és ez is szóval az alsó az a hétköznapi, és iskola, illetve hétköznapi. Így és végül megnézem a filmet. Most pedig GTA San Andreas hozni fogok. Ja, úgyhogy meddig ez történt, most fogunk majd mindjárt ebédelni.
de nem tudjuk, mi lesz. Igen, ottan most vagyok. Tehát, hogy úgy... Ugye nem napos, szóval... Hát nem hideg van. A gépe, a gépeknél jelenleg... Jelenleg 20... 20... Fél kézzel, tudom. Ott van jelenleg. 26, hát 27 vagy 28 lehet körülbelül, vagy 25-26. De nem tudjuk mennyi van. Közönyet ne jövök úgy enni. És hát ma ez történt. Most ma eddig ez történt, ugye néztem én a filmet. És tényleg nagyon jó a film. Megnéztem is. Lehet, hogy ez lesz most majd ötödikben a kötelező olvasmányunk. Olvasmányunk. És ugye legalább belőle készülünk, hogyha ez lesz, akkor megnézzük, hogy elérjük a tartalmat, és akkor már minden jó lesz. Na, akkor majd mikor találkozunk. Na, akkor találkozunk, és igazából már meg is volt az ebéd, meg is néztem a filmet, meg is beszéltük, hogy mi volt benne a filmben. Mindjárt fogok kapni az üzletet, amiben elkezdem leírni az egészet. Itt pedig látjátok a Sony Vegas-t, még pedig egy videót fogok megcsinálni. Egy PSS videó lesz. Amihez még vannak fajlok, de azokat már ugye ezt még megvágom, lerendelem, és utána ugye a következő részt ezt hozzáadom, és már csak mert van is a videó. Úgyhogy most nemrég, most tettünk palacsintát, vagy sén. Úgyhogy én már befejeztem. Közben itt az egész nyitódott. Közben ott láthatjátok ezt a cuccot, ami ezt a webkémet lekicsinyíti. Mert ugye ezt kettőféleképpen kell megcsinálni, hogy van a webkam, és valami pluszban render. És már el is kezdte lerenderelni. Hát egy órára számítok. Nem tudom mennyi lesz, nyilván. Viszont mindjárt ki fogok körülni, és már kis vagyok körülve, ebben már csak egy picit víz van. Ugye most néztük meg az egész pelucai, és én nemrég megnéztem, még fia, még íze előtt, ebédről, és kapok majd egy füzetet, amiben elkezdem leírni, ide kell majd fény, és felkezdem leírni. Most jelenleg 15 perc, jelenleg 17, még nem tudom, mert mennyi lesz, de már majd van, mikor találkozok. Na, akkor találkozunk, és most éppen gépeztem, és elmondom, hogy éppen hány óra van. Most van éppen 16:44. Azaz, hát már rég fél öt van, szóval, ja. Hát még megint ilyen borús idő van. Ja. A vágást az sajnos félbe szakítottam, mert hogy egy ablakot be akartam zárni, és véletlenül a vágós ablakot is bezártam. Na, akkor jó, itt a gép, most én live-olni akarok, de nem tudom, itt live-oljak. Szerintem visszatérő, hát egy oknél pedig a Jurotrackot fogok live-olni. Elmondom miért, már ugye rég volt, és nagyon rég volt. És így most így, akkor így legyen már egy Euro Truck szimulátor. Legyen már egy ETS-2. Igen, úgyhogy ja, most van így streamelni fogok meg minden. És akkor így ma igazából ennyi, már nincs annyira semmi. Holnap fogom megírni a Pálucai Fibról szóló
filmet, most Pálutcai fiúkról szóló fogalmazásomat, és igen. Úgyhogy én mondom azt, hogy legyen az a kötelező olvasmány, mert akkor jársz azt. Tudsz. Hát megint ilyen borús idő van, nem mentünk ki. Szóval jó, lámpa. És ugye, hát mából ennyi, holnap pedig, holnap ugye megírom, szóval ma egy stream lesz, és így holnap pedig, holnap ugye megírom, illetve összevágom, amit vettem fel ugye a videót, tegnap előtt, azt a PSS-et. Úgyhogy ezek lesznek holnap, meg hát ugye, igen, ez utolsó hét, szóval a jövő héttől utolsó hét, és akkor így készülünk az iskolára, meg minden. Úgyhogy indítom most az OBS stúdiót. Itt az egér, indítom az OBS stúdiót. Közben... Itt a tableten is. Fogom indítani most le teket igyebb a Steam Deck tartóba. Ja, és akkor ugye most most megcsinálom majd a streamet, meg mindent. Úgyhogy ja, most ez lesz, és az, hogy ez legyen, mert lett van a GTA is, de hát GTA az meg ne. Szóval inkább most legyen Euro Truck, mert azt már rég csinálta. És akkor meg valószínűleg majd holnap lesz GTA. Akkor holnap lesz egy GTA, szóval nehezen fog az egész így menni, mert ugye úgy mondta anyukánk, hogy suli közben így, ha minden jól megy, akkor max így vasárnap ponként lehet gépezni, és akkor végigjátszások azok így eléggé csúcsász, szóval ja. Úgyhogy akkor most be fogom írni. És ez mennyit ott az OBS. Ott vettek ti. Mi is ott vagyok én. Ott vagyok én. Úgyhogy ide voltjuk. És ugye... Jelenleg közben meg kell majd nyitnom a deckboardot is. Úgyhogy ide lesz, srácok. Úgyhogy ma Euro Truck lesz, holnap pedig GTA, és hát akkor ugye iskola. Ja, nem még az is, hogy ugye így az egész, szóval így most így egymásért lesz vagyunk, ez így nem lesz, ez el fog szüntetni. Én például úgy akarom, ugye, hogy az asztalom az majd itt lesz. Szóval azt mondom, az majd így, illetve majd itt fogok én ülni, és akkor vissza fog térni a zöld háttér is. Akkor vissza fog térni a zöld háttér is. Addig ugye ott volt, addig nem használtam, mert most ugye úgy van a webkamera ez, hogy az pont így arra néz, és akkor nem kell háttér, hanem pont így néz. Hát nagyjából. És akkor ugye én ott vagyok, és akkor én nem kezdődött a tér, de most meg kell. És mindenféleképpen lezöld a tér, így az lesz a jó, hogy valahogy meg fogom tudni csinálni. Akkor fekete lesz a háttér, így hát végre van zöld a tér. Na most az is lesz, hogy itt majd itt a dobozok is így változni fognak, meg minden. Szóval majd itt leszek, az ágyak, az majd az utána az én ágyam,
én majd pedig így fogom nézni a falat. Hát és nézzel be, mondjuk itt van egy lámpa, szóval ha mindenféleképpen én úgy akarom, hogy ott lemer az asztalom, és akkor közben egy ilyen lámpa hangjuk, akkor betűk, és akkor majd hát akkor lesz végig világítás, szóval így lesz. Úgyhogy most pedig a deckboard az nyit meg. Deckboard, illetve én pedig streamelek. Ja. Euró. Majd beírom. Közben néztok egy YouTube-ot is, mert ugye majd nézem, hogy mi a cím. És akkor ez lesz. Jó. Tulajdonképpen. Szóval így úgymond a stúdió per ilyen lakószoba meg fog változni. És hát én úgy akarom, hogy igazából most én nem fogok így össze-vissza oldozni, szóval ha én itt leszek, akkor én már így fogom, és akkor már így jó lesz, akkor a zöld háttér az mögöttem lesz. Viszont, ha egymás mellett lennének az ágyak, akkor meg nagyjából ugye az ott, az a létre az ugye itt lenne, ki lenne nyitva, viszont hát ja, én még azt is terveltem ki, hogy viszont egy ilyen dobozt, egy ilyen kis dobozt én magam mellé rakám, és hogy arra rakom le például majd a Steam Deck-et is, szóval nem is az arcom, hanem magam mellé, és akkor így azon lenne, például majd ez is azon lenne, hogy akkor így nem foglalja nagyon a helyet, és az atomon, szóval így, és akkor így ugye a kettő monitor az majd úgy rajta lesz, rajta kell maradni, és akkor majd lerakom, például vagy arra, vagy majd erre lerakom, mellé például a... Mit például ezt a vakom? Ezt meg mellé például leraknám a Stream Deck-et is. Ezt is, és akkor így... És akkor már így jobb hely lenne. Közben még azt várom, hogy a Stream Deck az reagáljon valamit. Ja. Úgyhogy ez van. Úgyhogy jó lesz, és hát akkor én így ezt gondoltam ki, hát ugye iskola, itt a nyárnak a vége, és jön a meg barátok, meg házi feladatok, és így akkor nyilván már videózás se lesz annyira. Úgyhogy közben még egyszer tudsz ide lerakok, mert jó lenne. Majd így kikeresem a Euro Truckot. Yeah. Addig kikeresem a Euro Truckot. Közben miért nem töltött be még mindig? A cuccos Euro Truck. Itt van... Negyedik rész, azt hiszem. Harmadik rész. Nem, ötödik. Akkor hatodik rész. Közben a deckboardot bezárom, mert egyáltalán. Nekem nem válaszolsz a fikte képet hoz ki. Közben egy webtekerek, és akkor megnézzük, hogy kell írni, ugye? És Euro Truck Simulator, külön kettő, külön ötödik rész. Jó, na! Ezt ilyen beírom, és utána meg ugye kezdjük a streamet. Euro Truck.
doktor. Teg. Hat pont a rész, és ja, ez már föl is hát a deckboard. Szóval, azt mondjuk, na, ugye közben ez fel is állt. Úgyhogy akkor meddigkor találkozunk. Na, akkor igazából már rég este van. Rég befejeztem volt, igazából vacsoráztunk, és mi is vagyok röldve. Most pedig éppen nézek videókat ezen a kis vlogtelefonon. A Nisgen meg mindig képezik, úgyhogy hát jó, ja, este van. És hát készülök, úgyhogy holnap ugye jön a videóvágás, illetve még írnom is kell fogalmazás, szóval ennyi volt mára. Na akkor mából ennyit, holnap találkozunk. És igazából már elkezdtem írni, most tartanában a közepénél. Elmondom, hogy tulajdonképpen hol is tartok. Na, ugye itt a tablet, most ez a kis Nokia telefonnal vlogolok, mert ezen éppen betart a tárhely. És így elrakom. És ugye nem ennyit írtam, közben azért ott a pont is, hanem ennyit, szóval a pálcai fiúk most ott tartok, hogy az igazgató behívta az irodájába a pálcai fiúkat, és hogy ott elmondták, hogy ilyen mit el kell nekik mondani, és ugye most ugye kimentek, és úgy tartok, és hát már mennyiben a felénél tartok, közben Sony Vegas közbe vág, remélem, hogy minden jó lesz, ahogy tudom. És akkor és ugye most az van, igen, úgy tudom, hogy a kezem az milyen. Nem ennyi a kezem. Szóval, hogy úgy tintásra toltol, de nem baj. Majd ezt le fogom mosni róla, ha már... Seven másokártyunk van. Úgyhogy ezt le fogom majd mosni, ha már befejeztem az írást, ugye itt is, mert mint ahogy regést csináltam, ott vagyok én. Hello! Mások is intkezek, hello! Közben a tintás lett Nem, köszönöm. Mit nézel? Na gyere, álljunk! Mi a baj? Akkor én mentem. Úgyhogy most folyából ez van. Még ugye mi... Igen, látom. Ugye most ő itt van. Megy az OBS, mint ahogy mondtam, itt pedig írok. Hát már ugye itt tudok, nagyjából a felénél tartok, ennyit írtam. És most itt tartok. Közben erről nézem, hogy igazából hogyan kell írni például azt, hogy vejsz, vagy ja, leszik, vagy fölről bármit, hogyan kell írni. És csodakos nagy C-vel van. Amit én oda is írtam, mindegy. Ugye most ez van. Csodakos nagy C-vel. A tévé az meg közben megy. Majd a videó vágás. Itt vagy. Na. Úgyhogy ja, még nem eztünk, és hogy még nem ebédeltünk, de nem is annyira vagyunk helyesek. Én elvileg, elmondom, mit fogok enni. Nem vagyok ilyen, mert én most tettem. Közben a tévé az itt még, de kikapcsoltam. Na, most ez nagyon jó. Szóval nem is ettünk, én rizst, illetve megmerdik, megmegyik egy pár rizsi szeretet, és jaszlom mellé enni.
mert ugye elfogyott a sajta a törzöttek. No, ugye hétfő van, és ennyi. Nem úgy van, mert ez itt nem volt még, de nagyjából úgy van. Volt cukor, illetve ez van, hát már... Már így kisütött a nap. Ja, srácok, már kisütött a nap, de nagyon. Szóval nem olyan, mint tegnap, mert tegnap nem sütött ki. Tegnap borul, de ma... Ma, ha elnézünk, vagy oda le... Már nem olyan. Úgyhogy, ja, most ez van, hangosítsam fel a tévét. Jó. Ja. Remélem, hogy ez nem olyan rövid videó lesz. Nem. Hát most már nem, mert megyek visszaírni, illetve arról töltöm át a videókat, de... Hát ezért majd az írástan majd mászkálok én. De nagyon sokat. Hát sokat is, mert ugye akkor így elmondom, hogy hogy írtam meg minden. Közben menjünk a konyhába is, mert a konyha az ott, ahol itt is, és fényes nap. Ez itt. Ezek itt nem tudom mik. Ez van, ebben még van, ezt majd még elosszuk. Ugye jó, úgyhogy jó tintás. Nem tudom. Addig én megyek vissza be. És akkor leülök írni. Viszont azért gondolkozok, szóval, hogy így mit, hogy írjak. Tehát azért gondolkozok, hogy írjam, hogy... Tehát gondolkodok, hogy hogy írjam le, jól fogalmazom minden. Nem tudom. Meg kell várni anyáikat. Hogy kóstoljam már? Oké, kóstold meg. Amilyen cukorka. Na, ugye ma ez van, én írom. És mindjárt az apukánk az úgy 10 délután 1-re fog jönni. Most pedig 12:25 van, szóval visszaírni. És közben rálépik itt kábeletre. Akkor visszaírni, és várj, visszadugom jól. Közben itt ott a áttöltést megtöltöm ugye, és akkor visszaírni, és amúgy közben azért így nézek, tehát így közben azért nézek izét is, hát egy ilyen videót, hogy igazából ne felejtsd el semmit, vagy igazából mit olyan kell kiejteni, hogy ugye mit kell, mit olyan kell kiejteni, mit olyan írjak, vagy ilyeneket, mit olyan kell kiejteni, meg hogy visszanézem, hogy mi is történt. Közben mindig tintes kezem, úgyhogy visszaírni, neki meg nem tintás. Na nem. Majd jó. Úgyhogy visszaírni, és hát akkor jó írás lenne, amikor befejezem, akkor utána találkozunk. Akkor igazából most fejeztem be, most írtam le az utolsó szavakat, és be is jöttük ide, mert hát lefogom most a szép kezemet, tehát hogy úgy, jaj. Lefogom most a szép kezemet, és hát most várok meg ettől a kéztől, mert ez nagyjából sok írás, úgyhogy akkor miért jelentkezek, de előtte még lemosom. Na akkor, és igazából most végeztem, hát nem annyira jött le, igazából az ujjaimon nem, de a tenyerem nagyjából igen, de ezt majd még fogom mosni, na, akkor készülök. És vágás is majdnem bezerződött, még hozzá kell oknom pár kis jelentet, és összevágom, és tenni a készletek. Szia, Timi! Nehogy utánam gyere! Ne gyere utána! Nehogy utánam gyere! Na, úgyhogy igen,
Gyere, gyere utána. Na gyere. Nehogy utánam gyere. Nehogy utánam gyere. Ugye, most tettünk fogását. 50. Ja, ja, ja. Vagyjuk be a szobába. És én most veszem be, szóval bejöttük és leírtam minden, szóval szóval tényleg készülök. Itt a gép, a vágó programot most van bezárni, és utána újra kell indítanom, de előtte még megnézzük, hogy van sorrendben a videók, mert meg kell ugye nézni, és utána meg már tulajdonképpen összevágom, és utána már készen is leszek. Jöttem, amíg talán játszok a húgommal, hogyha nem azzal zaklat, hogy én játszok vele. Ugye, van. Ugye van az a nagy. 50 van a programabában még kettő. Ez a kettő, illetve az a kettő. Megnézem, hogy melyik. Összézzük, utána megvágom és játszunk. Gyerekek, úgyhogy utána játszom én a húgomkal. Aztán és még streamelni is akarok egyet, szóval streamelni is kéne, viszont ezzel fog átszani ilyeneket. És most van délután egy, még nem érkezett haza apukánk, még máshol van. És igazából tulajdonképpen ennyi, a húgunk az én indik pizsamában, de mint ahogy már lehet látni, már nem olyan, mint tegnap, már egy kicsit jobb, és már jobb. Viszont ugye ma ez lesz, és holnap, illetve szerdán, semmi, ugye itt van a cucc. Itt ebbe írtam le, itt semmi. Utána itt majdnem 4 oldalast írtam. 1, 2, 3 és hát ez 4. Hát ez 4. lenne. Csak akkor éppen talán írva, de nem. Befejeztem, és akkor most vágom. Most elnézem, melyik az. Elnézem. Ugye megnyitom, berakom, összeillesztem, és utána lerendelem, közben a tévé megy. Hát ebbe valamikor majd fel is akarnék venni egy újabb PSS videót, de holnap lenne szerintem a jó, mert holnap akkor itt leszünk. Viszont ugye, mint ahogy mondtam, ha nem leszünk egymás mellett, akkor nem tudom, de ha egymás mellett leszünk, akkor jó lenne, mert nekem nem kéne tudni, de ha mindenféleképpen nem leszünk, akkor én úgy mondanám, hogy akkor én ide akarnák költözni, és akkor mögöttem lenne a zöld háttér. És akkor jó lenne, na mindegy. Még akkor is, hogy visszaváltozunk a szobát, akkor lenne hát egy újabb ilyen kis room tour. És akkor onnantól én nem akarom azt megváltoztatni, hogy akkor is itt legyek, max akkor nem, ha éppen ugye karácsony van, mert akkor itt lenne talán a karácsonyfa, és akkor ez meg máshol lenne, szóval ja. Most ez lesz, akkor nézem időköt közben, hát aki ezzel az már majdnem, szerintem még egyet kéne rajta mosni, és akkor már tökéletes lenne. De viszont, akkor most nézem a videókat. Melyik? Úgyhogy majd amikor találkozunk. Na, akkor igazából találkozunk, és én nem röltem meg. És hát most röltem meg. És akkor itt van ez a vlogdó. Ha tetszik ez a vlogdó, akkor egy lájkot és iratkozz fel. A további lájkokért, videókért és miért lájkot, akkor meg iratkozz fel. Jesse voltam.
holnap találkozunk egy újabb ilyen vlogdóban. Na, akkor én Jesse voltam. Sziasztok! Na, akkor már estől nem tudom, hogy igazából hány óra. Most van 19:52. Elvileg. És hát, hogy este van. És megtudtam, hogy milyen lett a cuccos. Van benne helyes-éles hiba. Hibák, azokat majd én mindenféleképpen holnap akarom megcsináltatni. Megcsinálni. Illetve Kádicspat PUBG-t fogok nézni. És Fortnite-ot. Fortnite. Mert a Minecraft, ugye, amit letöltöttem modot, illetve egy mappot, nagyon jók működnek, viszont nagyon jók működnek, ugye, és így hát már Fortnite mod megvan a Minecraftomhoz. Ugye, amik itt, szóval... ezt kellett fogom megnézni. Közben már eléggé fázok, szóval már a láb is olyan fázik, szóval be kell csukni az ablakokat, ajtókat, mert már ez a tüvet, bocsánat. Szója. Yes. Egy be van csukva az ablak. Tehát most fog jönni a ajtó. Yes. Yes, ajtó is megvan. Easy. Win. Na. Tudoképpen. Easy! Megvan! Szóval nekem már a lábhoz a neopázis talpom. Szóval, hogy annyikor azért kibírtam volna, ha a talpom nem fázna. Ugye, Minecraft mód, szóval letöltöttem egy olyan módot. Illetve megvágtam ugye még ma. Szóval, vannak mindenféleképpen várok délutánig. És ugye, hozzon anyukánk. És akkor ugye újraírjuk. Most ugye mondja, hogy miben a hiba, ugye kijavítjuk, szóval ugye újraírjuk, és utána yes. Úgyhogy utána tulajdonképpen már is mondjuk, szóval. Ja, no, ne viszem el. Egy gyurmát találtam. Mindegy, úgyhogy ja, úgyhogy én ezt akartam mondani, hogy holnap ki fogok jutani, de holnap egy Lego Batman livestream lesz. Igen, ami egy új a változás erre az egy hétre. Ez, hogy nekem nincs itt a monitorom, mert ugye azoknak kellett, úgyhogy ja, úgyhogy én most már megyünk fürdeni. Jaj. Szóval úgyhogy az a nagy változás, hogy nincs itt a második monitorom, ami az apukánknak kellett, mert ugye neki a laptopja, a képernyője mindig fekete, és így ugye nem tudod semmit csinálni, ezért az egyiknek oda kell tenni, viszont. Ha egy másik monitor van, tehát például ez a monitor van bedugva, akkor viszont működik. Úgyhogy oda kellett adnunk. Úgyhogy oda kellett ugye adnunk. Erre a hétre az enyém, jövő hétre Andis Gameré. Viszont én azt akarnám, hogy mindenféleképpen oldja meg gyorsan, mert nekem kéne az a vissza a streamekre, viszont el fog tölteni egy másik monitoros, viszont a gépemre is lejön, azért mégiscsak két monitorral legyek már, úgyhogy egy iDisplay-t még le fogok hozzá tölteni, és így már
így is tudok mások monitorozni, viszont nem akkora, szóval nem lesz nagy. Úgyhogy ja, onnan a HP monitor kikerült, mindenféleképpen nem a nagy monitor, mert tulajdonképpen ezen hát vágok, vagy például vágok, vagy játszok, vagy nézek videót, és nagyon nagy. Úgyhogy én ezért is nem akartam ezt adni. Ja, és még onnan is egy kábel hiányzik lentről, gépembe egy kábel van bedugva, most ez egy monitor kábel. Tehát tényleg mondom azt, hogy ha bárkinek ilyen baja lenne, mert ugye neki elment például a képernyője, úgy, ami nekem is szokott lenni, de én megmutatom egyet, és akkor visszajön neki, nem tudom. Ja, de mindenféleképpen rajta van a webkamera, ezért arra le fogom tölteni a iDisplay-t, és úgy már fog működni az egész másodműdről setup. Osu streamnél is, meg ugye ez a kamera lesz a deckboard, szóval nem annyira nagy baj, mindegy, úgyhogy majd amikor találkozunk. Nökültekozunk és kameraváltás, azaz már a Lenovo-ban megkérdődött a videókat. Illetve nem úgy tudom, hogy most éppen mi is van, most hiszem a papucsomat. De azt megmutatom, hogy éppen mi is van. Szépen itt 94% a vágás, szóval már majdnem megvágta. Illetve letöltöttem egy Fortnite modot az én gépemre, illetve erről lesz is majd egy videó, vagy igen, meg majd le fogok tölteni még egy Fortnite mapot is a Minecraft-hoz, és erről lesz majd egy külön videó, amit így be akarjátok mutatni a textornámon, hogy hogyan, tehát hogy hogyan lehet Fortnite-ot letölteni 2 GB RAM-hoz is. Igazából jól, viszont az igazi Fortnite az csak 4 GB RAM-mal működik, 2 GB-mal alig, de én már nem tudom, mert... Hát így. Ja, úgyhogy akkor, igazából ennyi, vág 94, mindig úgy, hogy majd amikor találkozunk. Na, akkor találkozunk, és igazából már meg vagyunk igazából ebédel, meg minden. Most jelenleg fogok készülni a streamemre, ami majd nem, ami ugye minden fog lenni. Egy Osu stream, és azért lesz fura, mert hogy így én még sosem streameltem, hogy ugye... Tehát főmonitor, és hát úgy van egy mellék monitor, szóval... Oké, hát majd ugye másik monitor az mellette volt, de úgy még nem, hogy ez a másik monitor, úgy még nem streameltem. Szóval nagyon várom. És akkor hát nyilván Osu lesz. Úgy ki fogom próbálni, hogy tud az egész, tehát ugye hogyan fog az egész működni, jól vagy nem jól, úgyhogy akkor majd amikor találkozunk. Sziasztok, én Jesszok, és ez itt egy újabb vlogtól lenne, mégpedig ez itt a drag színolásnak valamelyik napja, mégpedig azon belül a heti vlog 10. rész, és azon belül a heti vlog 10, és ma van keddő, és itt van velünk a hugunk is. Köszönj! És én nemrég vettem föl egy videót, mégpedig egy mod bemutatós videót tettem föl, ami egy Fortnite mod, illetve a Tilted Tower map. Ott mutattam be, és ja, én ezt felvettem, és elvileg a textornámra lesz még egy videó, hogy igazából hogyan kell ezt a kettőt letölteni, illetve berakni a Minecrafthoz, hogy éppen sikerüljön ez a Fortnite-os mod, illetve még a Minecraftot is megmutatom, hogy hogyan kell letölteni, ha valaki akarna játszani például a Fortnite-tal, de hát neki 2 gigaramos gépe van, és azon nem tud el, hát azon el tud futni, csak hát laggosan, szóval azon nem tud játszani. Én ezt kipróbáltam a Fortnite-ot, és azon nekem is laggosan futott.
Akkor mit jön? Leadom a napi reggelit. A hajam, hát a hajam az most így, így néz ki. Most így. Itt így néz ki a hajam. Nem annyira jó, illetve itt van egy is. Ja, na. Úgyhogy, nem tudom, igen. Ma másodjan vettem föl a legelső videómat, illetve még egy stream is lesz. Másodjan vettem föl, elmondom, hogy miért. Mert innen elkerült az másik műtről, amit tényleg mondtam. Így iDisplay-el oldottam meg, hogy a tablettem lett a másik monitor, illetve ezen pedig alját játszottam, illetve még ez a kis, ez a telefon is segített, a izéjével, a deckboarddal, hogy el tudja mint a felvételt, illetve be tudjam fejezni. Ugye én így tudtam a felvenni videót, illetve streamelni is így fogok. Szóval az is így nagy nehezen fog menni, de próbálni fogok. Na éppen egy Lego Batman lesz. És ja, és nem tudom, hogy hova került. Az a... Hogy hova került. Az nagyon hogy hova került az másik monitor. Hát... Ide, mert én mindig tegnap mondtam, ugye ennek a képernyője, úgyhogy bekapcsolja, akkor ezen semmit se lehet. De ha egy külső monitor rá van csatlakoztatva, akkor bizony lát. Így ezt úgy adottuk meg, hogy ezen a héten az én monitoromat adtam neki kölcsön, illetve jövő héten pedig Elektrikon TV-nek a másik monitorát fogja kölcsön adni. Úgyhogy ezt így adottuk meg. A telefonon mondom, nem tudom ezt megoldani, hogy tudjak streamedni, rájöttem, hogy az iDisplay-jel meg tudom oldani, és így vettem föl videót, és így is, és nagyon jól tudtam fölvenni videót. Ugye, úgyhogy ott van, viszont ez az iDisplay nagyon jó, segít ugye a videózásban, hol segít, hogy legyen egy második monitorom, és így azon tudjam például nézni, hogy minden jó-e a nettel. Oké, az iDisplay, hogyha elmegy a net, akkor szépen lecsatlakozik a szerverről, akkor tudjuk azt, hogy elment a net. Ja? Úgyhogy itt nekem most így ez a setupom, a videózós setupom, hogy felhallgató, az első monitor, a tabletem, illetve ez a Lenovo telefon a deckboarddal, és én így veszek föl videót. Igen, hát ma is nagyon fényes napunk van, szóval ha oda irányítom. Fényes nap. Nincs beborulva. Viszont azért fény van itt bent. Ja, ugye most azért is vagyok papucsal. Oké, mondjuk most nincs kinyitva, de tegnap, srácok, egész nap ki volt nyitva az ajtó, és az ablaknak az ajtó, és akkor a lábam fázott, szóval, hogy én így papucs nélkül járkáltam, és tényleg... Szia. Gyorma. Igen, azt mondom, oda beraktam, mert ugye áttaláltam egy gyurmát. Szép vagyok? Ott meg Tími. Itt meg Máté. És ide jössz? Itt pedig Tími és Máté, Atti körbe. Szia Máté, na, szia Máté, meg szia Tími. Szia Máté, szia Tími. Úgyhogy jó, úgyhogy a videózós setupom ezen a héten így lesz. Jövő héten ugye nyilván iskola lesz, szóval ez a heti vlog ez azért is van, hogy bemutassam így a utolsó hetemet, ami iskola nélkül, és így pihenünk. Ja, meg persze ugye a streamek is utoljára lesz például most majd. Hát Lego Batman az lesz, de most szerintem, ami mindenféleképpen,
ki akarnám azt próbálni, hogy hogyan veszek föl Osut, most ugye hogyan játszok Osut, így, hogy nincs második monitorom, szóval úgy, hogy más, és hogy innen nincs egy második monitorom, szóval ezen fog menni az iDisplay, az AirDroid, illetve ezen a kis Lenovo telefonon pedig a dashboard. Jól mondom? Akkor jól mondom, oké. Szóval, és ugye innen vesz majd engem a webkamera, nagyon pici. És ugye nagyjából holnap, vagy csütörtökön fogjuk ezt az egészet átrendezni. Mint ahogy mondtam, ugye én majd itt fogok lenni, és akkor már újra lesznek zöld hátteres live-ok, amiben felállítom ide a zöld hátteret, azt akkor új csapatom. Szóval, megint szóval olyan nagy fény van, szóval, hogy a nap az most egészségedre, hogy a nap az nem bújt el, szóval az is hát, hogy ma majd ki fogunk menni medencézni, mondjuk nem biztos. Nem tudjuk. Viszont közben itt meg annyira igaz, át tudom lépni, de így tényleg pérses videó, ma fog kikerülni, ma fogom felrakni, illetve azt az új videót is, szóval meg van nyit, tényleg egész streamat meg volt nyitva. Hol a... igen. Hol az elér? Letettél valamit? Ja. Yeah. Megmozdulsz nyugodtan. Ja, közben addig titeket leraklak erre a kis deckboard tartóra, mert nekem így jobb. És ott van. Akkor ezt szépen bezárjuk a T-Launcher-t, mert ugye én T-Launcher Minecraft-om ingyenes Minecraft, viszont nem kell legalább megvásárolni. És majd még a Mesh-MC-t is megpróbálom letölteni, és az is ezek már videó. Na. Ott. Ja, közben... Ott van Máté. Víz. Ott van Máté. Igen. Ó, ott iszik Máté. Befejezte a ivást. Úgyhogy jó. És akkor ez az egész így fog menni, hát az Osu streamet azt nem tudom, hogyan fogom megoldani. Viszont már kéne feltölteni videókat, szóval ha videókat feltöltünk, ha ugye ma videókat fogunk feltölteni, most kettőt, amit ugye egyik a PSS, másik a másikot nemrég vettem föl, és ennyi lesz. Mi meg még a deck, hát a deckboardot is addig bezárom. Na, mert akkor a deckboard se kell. Mert hát az csak is stream vagy videózásra szoktam használni. Így annyira nem használom, szóval a deckboardot azt így nem szoktam használni a videón kívülire. És úgy értem, hogy videón kívülire, ha nem veszek föl gépemen egy videót. Hát... Ja, és szóval ez a deckboard, ez nekem így vagy live-olásra, vagy videózásra segít. Ja, és most ugye OBS nincs, szóval OBS disconnected. És addig megnézem, hogy hova is. Ja, tényleg, még amit nektek el akartam mondani, hogy így a videózni nagyon furcsa lesz, így még sose videóztam. Viszont hát ezt is kell próbálni, hogy olyan fogok így most. Oké, egyszer videóztam, jó van, de még nagyon régen. De most úgy, hogy ilyen nincs másik monitor, illetve azon fog menni a droidcam, illetve a display, és az iDisplay, illetve a... Ott van. Hogy tudnám megmutatni ezt nektek? Illetve ezen a kis kamerán megy, és majd ezen a kis kamerán, és ezen a telefonon fog menni a AirDroid, és nem az AirDroid, hanem a deckboard. És akkor én majd így fogok videózni, nehezen, de mindenféleképpen így ezt is meg kell próbálnom, hogy egy újabb anyagot tudok videózni. És ebben nagyon jól. Közben pedig szerintem igen, leraklak téged, mert nem fogok itt egész végig tartani. Szóval, ja,
És én még pedig, igen, ezt nekem nem mondtam el, tényleg. Valahogy nektek ezt is el kell mondanom, viszont úgy, hogy ugye itt lesz az egész stackboardos mutató, és ezen keresztül mutatom be nektek, amit akartam. Úgy itt az egér, Ferdinál kéken világít, működik valamennyire. Elfordítom középre. Nem világít. Szóval nem világít. Ha elfordítom ugye jobbra, úgysem megy, szóval csak ha balra elfordítom Ferdén, akkor működik. Ha egyenesen vagy jobbra Ferdén, akkor nem. Szóval az egész úgy nem működik, hogy ezt én csak tegnap vettem észre. Úgyhogy tényleg egyenesen van, nem világít kéken, nem működik annyira. Szóval akkor mozgatom, de el van forgatva, így már működik szerencsére. Ugye, úgyhogy ma ez az a tervek. Igen. Ma még délután fogom, ugye ma még délután be akarom, szóval megcsináljuk ugye ezt az egész egész Pauce fiús dolgot, amit ugye csak az van, hogy helyesírási hibák vannak, szóval legalább hála az égnek, hogy nem kell itt így okoskodni, megint kitálni, mint egy nap, hanem ma végre csak úgy kell, hogy nem kell ma kitálni, hogy ezután mi jött, hanem csak ügyesen a helyesírási hibákat kiavítjuk, ugye nem még egy picit átjavítjuk, de ennyi az egész. Videó. Ki. Próbáló. PS1-es videó, játék kipróbáló. Ez én lélásba én sőt a gör a meme kettes pont szőhör ne a te e. És akkor már is tölt föl itt a videó, úgyhogy addig én átmegyek tévézni, vagy itt tévézek, vagy egyáltalán PS-ezek, és addig valami, hogy föltöcsön, vagy telefonozok, vagy bármi, de most jön a tévé, úgyhogy akkor majd tényleg találkozunk.